Tudom rólad, hogy annak idején gyermekkorodban sokat tartózkodtál Tolna megyében. Pontosan hol is? Hát többek között itt is. Többek között Szekszárdon is. Igen, alapvetőleg a nagyszüleim Bátaszéken éltek, szüleim ott is születtek, de faterom az egyetemre ment Budapestre, ott is nősült meg, bár édesanyám is bátaszéki. Ezt a Bátaszéket jegyezzük hát meg, mert még lesz. Most jöttem már csak azért mondom a vendégeknek, mert lesz jelentőség ennek a Bátaszéknek. Igen, folytasd ki. Én már Budapesten születtem, és tulajdonképpen ami a Tolna megyéhez köt, az az, hogy gyakorlatilag az Omega születéséig, tehát az említett második osztályos gimnáziumi Omega alakító sorsolásig én minden nyarat lent töltöttem, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a fele időszakot, a jobbikat, tehát amikor nem kellett iskolába járni, azt Tolna megyében töltöttem. Tehát ezek szerint csak kellemes emlékeid fűződnek Tolna megyéhez. Szekszárdon sokszor átjártunk, itt volt egy nagyon aranyos kis szabadtéri úszoda. Hát ahhoz képest viszont elég nehezen találtál ide. Hát igen, mert én csak úgy tudtam tájékozódni, hogy a vasútállomás, a múzeum és a többi garai tér. Megváltozott most, a város, ugye? Hát annak az úszodának szerintem legalábbis abban a formájában a nyomát nem látom, mert ilyen nagy házak veszik körül, ha megvan még. Hát az állomás az természetesen csak kisebb lett, de amúgy azt megtaláltam. És többi dolog, szóval a Garai tér meg ez az úgy nagyjából megvan. És hát azért egyszer-egyszer voltunk itt Omegával is a művelődési központban. Mármint, de hát az, együttes, hogy felültetek. Így van, de az annyi volt, hogy beálltunk a kapu elé, fölmentünk, a végén lejöttünk és elmentünk. Tehát akkor még nem derült ki számomra, hogy végül is ennyire megváltozott itt minden. Világos. Egyébként gyermekkorodban mivel múlattad itt az időt? Mivel töltötted az idődet? Például Bátaszéken. Hát ott mindennel, ami a szabadhoz, tehát a szabadtérhez és a természethez kapcsolódott. Én nagyon szerettem nagyapámmal kijárni, neki volt egy ilyen szőlője ott fönn a hegyen, a kerek 30 méter magas hegyen. Úgyhogy az nagyon nagy dolog volt, és akkor nekem az egy olyan nagy hegy volt, és ott a tanyák, meg minden az egy csoda volt. És hát természetesen a Bátaszéki futballpálya, amelyik számomra több, mint a Népstadion. Helyben szóval vagyunk, igen. Igen. Akkor nagyon szerettünk, de ki ne szeretett volna akkor futballozni, hát akkor az aranycsapat vonzásában szerintem nem is volt más jövő egy gyerek számára, mint az, hogy hát csak futballistának lehet lenni. Aranycsapat, nem vagy te még olyan idős? Hát nem vagyok olyan idős, mint a Puskás öcsi, de végül is. Nagy különbség nincs köztünk. Ezt ravaszul ilyenkor arra számítottam, hogy Kóbor János elárulja, hogy hány éves, ezt a kérdést nem fogsz. Nincs ebbe se titok, mert ezt a Friderikus Sanyi kipiszkálta, akkor nagyon nem is kellett. Idén pontosabban két hét múlva leszek 52. Még nincs vége, mert most az az Omega dal jutott eszembe, hogy újra itt van a nagy csapat. Hát az illés, azt hiszem. Akkor, akkor is ez a dal jutott az eszembe. Méghozzá azért, mert valóban itt lesz a másik csapattag egy másodpercen belül. Ismételten csak nagy tisztelettel köszöntöm a színpadon Nagy Ferencet, Várdom jegyzőjét. Annak idején ők ketten egy csapatban fociztak. Hadd kérdezzem meg, Ferenc, hogy János gyakran elgáncsolt téged, amikor focisztatok? A gáncsolás az én feladatom volt, ő túl technikás volt. Tehát akkor neked adott sokszor kötény. Nem, de egy nagy baj volt, hogy mi mindig majdnem ugyanabban a csapatban voltunk, mert volt Bátaszéken egy ilyen, hogy volt az alsó vég, meg az alsó vég. Hát mi a legalján. Akkor most ismét egy csapatban a két egykori oszlopos tag, a feladat ugyanaz, tehát remélem most már igencsak magas színvonalú fejelő bajnokságot fogunk látni. Tessék, átadom a labdát. Hát az ember tudtam, most itt én kezdem, hát te kezdem. Hoppá, a fejre. Legalább kétszer, hogy jó, köszönjük szépen!